Sziasztok! Csikó Zsolt vagyok, és egy használt teszttel jelentkezem innen a vasúti híd alól, ezért majd mindig abba fogom hagyni a dumálást, amikor jön egy vonat, mert az baromi zajos. Kamerák mögött pedig Franci alias Peti, Besenyei Peti. Valamit mutass már be a nézőknek. Olajos a kezed? Akkor nem akarja mutatni a kezét, csak dumál. Na mindegy, hangban jelen van, meg nekem fontos, hogy kézben is jelen van, mert a kamerát tartja. És a mai vizsgálódásunk tárgya egy BMW i3-as olvasói felajánlás. Sipos Norbi írt nekünk, hogy hát nem nagyon látott i3-as tesztet a Speedzone-on, és nagyon érdekelné, hogy mi a állítólag ilyen régi módiak mit szólunk hozzá. Nem tudom, én nem vagyok olyan nagyon régi módi, amikor az i3-asra terelődik a szó, mert én ezt az autót ezt tökre szeretem. Nagyon fura a mi privát kapcsolatunk, mert én ebben az autóban utoljára 2012-ben ültem, amire azt fogják, sőt, 2012 végén. Azt fogjátok mondani, hogy ez szinte lehetetlen, mert akkor még nem voltak ilyen autók, de én akkor már évautója zsűri tag voltam, és a Tannis teszten Dániában volt egy, sőt, két darab belőle, és egészen addig, amíg valós testében nem láttuk, nem hittük el, hogy ezt az autót a BMW megmeri lépni. Annyira újszerű volt, és szerintem a mai napig annyira újszerű ez az autó, még most is, hogyha most nem lenne egyáltalán i3-as az utcán, pedig borzasztó sok van. Így beleültem, és i3, ott parkol, szembe jön, mellettem jön, hello, nő ült benne, nem tudtam mit vezet, én mindig a márkatársaknak jelezni szoktam, de hát ezzel nem, nincs értelme, mert teljesen szintelen szaktalan emberek vezetik őket. Iszonyú sok van belőle, de ha most eltűnne az összes i3-as az utcáról, és most mutatná be a BMW, akkor így állnánk, hogy hú, de jó, hű öregem, hogy ilyet, mert hogy mennyire modern. 10 éves ez az autó, de úgy néz ki, mintha most tervezték volna. Semmilyen nem avult el egyáltalán. Tehát nézd meg, hogy nagy kereke van, ez a rámás doboz forma, ez most is teljesen aktuális, sőt, ez az autó ez annyira újszerű volt, annyira megelőzte formában a korát, hogy nagyon sokan lekoppintották. A külső formát is, a belső tere az, ahogy a Franci beült, rögtön mondta, egy tiszta Honda E, mert ő abban többet ült. Hát a Honda E-nél is ezt az autót tartották így a szemük előtt, hogy hú, valami olyasfélét kéne csinálni, az modern. Szerintem a forma zseniális. Nem tudom, hogy előről tetszik-e jobban, pedig ezen is már ilyen bazinagy vesék voltak, amiket nem szeretek, de ezen valahogy jól mutat, olyan karikatúra. Vagy hátulról mutat-e jobban, ahol a sima üveg alatt onnan így kivilágítanak ezek a ledes lámpák, és nincsenek is klasszikus világító testek. Nézd meg, hogy itt nincs lámpatest. Itt nem tudsz kicsavarozni egy búrát. Nem, ez egy darab üveg, amin luk van, és akkor ott kivilágít a lámpa. Ez annyira aranyos részlet. Szóval szerintem nagyon-nagyon tisztességesen megoldották az autó formáját. Ugye 2013-ban járunk, amikor ez bemutatkozott, 2011-ben már létezett a prototípusa, és 2013-ban azért még nem nagyon tudták, hogy hogyan fognak kinézni a villanyautók. Az, hogy ennyire jól eltalálta a BMW, hogy mit kell csinálni, az nagy mértékben köszönhető annak, hogy baromi sok pénzt fektettek bele, baromi sok kutatást végeztek, és egy teljesen szűz terepre odamentek úgy, hogy legalább föl voltak vértezve. Ez volt a világ első nagy sorozatban gyártott szénszálas polimer erősítésű műanyagból készült vázas autója. Igen, ez az egész autó itt, ez műanyagból van. Műanyag. Ott, műanyag. Ez egy takarópanel, de emögött is műanyag, meg a másik takarópanel, meg itt is minden a műanyag az egész. És az alján van egy hordozó réteg. A hordozó réteg az pedig alumínium, abban lakik az akkumulátor, abban lakik a motorfelfüggesztés, arra vannak rácsatlakoztatva a futóművek. Tehát ez egy ilyen fél önhordó, fél alvázas építésű valami egészen furcsa anyagokból. Nagyon sokba került, borzalmas pénzbe került a kifejlesztése, és a borzalmas pénznek köszönhetően nagyon könnyű lett az autó.
villanyautó, ugye? Tehát mindig azt szoktuk gondolni, hogy villanyautó, benne a baromi sok akku, ennek az aljában is azért van rendesen. 1,5 tonna, 2 tonna, 2,5 tonna. Alig fér bele ember, hogy még B kategóriával vezethető legyen, mert emberek, ez az autó, ez 1200 kiló volt, amikor megjelent. Ez itt egy 2016 második felében készült kocsi, ebben már a közepes akkumulátor van, a 94 amperórás, mert ugye volt először a 60 amperórás, azzal jelent meg, és 2016-ig nem is lehetett mással kapni. 2016-ban jött egy egyen nagyobb akku, a 94 amperórás, és utána 2018-ban jött a 120 amperórás akkumulátor, a super, super, duper, ultra, super, minden, ami már dupla akkusűrűség, vagy hát kapacitást tudott, és ugyanebbe az autó vázba elfért. Ez itt a középső, különben nem árulok el titkot, a tulajdonos azt mondta, hogy neki 240 km-t megy el ideális esetben, hogyha nem klímázik, városban használja, stb. De hogyha autópálya van, tél van, stb., akkor 170-re le tud menni a ható távolsága. Ebben az autóban különben 87 ezer kilométer van, és akkor majd az ilyen tartóságról, megbízhatóságról és egyebekről később fogok beszélni. Az autó klasszikus BMW. Ha úgy vesszük, ha nem azt nézzük, hogy nincs benne belső égésű motor, akkor klasszikusabb BMW, mint az 1-es vagy a 2-es sorozat ma. Ugyanis hátul hajt. Hátul. Tehát az orrában nincs szinte semmi, az aljában ott az akkumulátor, ami javítja a stabilitást, és itt a hátuljában van a motor, nincs váltó, nincs simán így direktben meghajtja két féltengelyen keresztül a hátsó kerekeket. Hátulhajt 170 lóerős, azért az nem kevés. Ez a nehezebbik változat, a 94 amperórás akkumulátorral 1,3 tonna, tehát nem nehéz, még normál autó mércével sem nehéz, és az egész kocsi 4 méter hosszú, 1 vagy 2 milliméter híján különben, egészen pontosan. Ha belegondolsz, hogy a Multipla is ilyen hosszú volt annak idején, és abban 6 ember elfért, és még volt csomagtartó, akkor azt kell mondanom, és körülbelül ekkora volt, akkor azt kell mondanom, hogy ez egy viszonylag nagy autó, de igazából ma, amikor a Honda Civic 4,5 méteres, akkor ez egy kifejezetten picike autó. Nagyon nehéz elhelyezni a skálán, hogy ez mi lehet. Mert hogy így ránézel, akkor ilyen kis Fiesta, meg nem tudom, mert már a Fiesta is bazi nagy. Azért ebben több a hely, meg azért ez egy nagyobb testű valami. De hát Golfnak meg rövid. De igazából a belső hely kínálat alapján, a komfort felszerelések alapján, az egyebek alapján ez inkább egy Golfnak számít, leszámítva a csomagtartóját, ami mindennél kisebb nagyjából, az ilyen Suzuki Swift méretű. Tehát az orrában szinte semmi nincs. Itt ennyi minden fér el. Itt van a töltőkábel. Ezt mondják, hogy ez nem valami tiszta hely. Ezt nagyon sokan írják, hogy ezt nem szabad igazából csomagtartónak tekinteni, mert nemhogy a por, de levelek, sőt a kisebb állatok is be tudnak ide jönni. Ez egy ilyen koszos kábeltartó izé. Ez semmi másra nem jó, nincs is rendesen leszigetelve. Tehát itt ez használhatatlan, itt töltött be az ablakmosó folyadékot, és aztán, ó, szegény autó, ez is láthatott volna egy jobb tisztítást már. De mindegy, kiszedjük ezeket a rondaságokat, mert ezeket utána, hogyha bemennek a mechanikába, akkor minden elporlad, meg a szellőző rendszer is eldugul. Na, akkor ezt lecsukjuk. Hátul nem látsz benne semmit, ugyanis a villanymotorhoz nem kell hozzányúlni. Villanymotorban nincs olajcsere, egy villanymotoros hajtásláncban nem kell kuplungot cserélni, nem döglenek be a szinkronok, nem történik semmi vele, az megy, amíg meg nem murdál, és akkor ki kell cserélni. Ennyi a csomagtartónk, 260 liter, ez nem sok. Ebben most benne van a Francinak a fotóstáskája, benne van egy gyors töltőkábel, gyors töltővel egyébként 30 perc alatt föl lehet 0-80%-ra tölteni, ezért szerencsés, hogy kicsi benne az akku, mert elég hamar fölnyomod. Szerintem kutyás az autó, ezért van benne egy kutyapokróc, benne van a visszaküldendő Fiat kormányom és a hátizsákom. Ennyi. Nem sok. Hogyha ledöntöd az üléseket, akkor kapsz 1100 liternyi helyet. Az már használható, az sem egy világrengető összeg, de azért abban már lehet pakolni. De akkor is jól néz ki. A nagy trúvája ebben az autó, részben a belső tér, részben nézd meg a kerekét,
Ez ugye a kisebbi kerékkel szerelt változat, ezen 19-es gumi van, épp néztem, amikor megkaptam, de ennek volt 20-as gumija is, ennek, meg 20-as kereke is ennek a szériának. Az jobban kitölti a kerékjárati ívet, viszont sokkal jobban ráz is. Én azt mondanám, hogy mindenki lehetőleg 19-essel vegye meg az autót, így is pokoli lesz a gumi számlája, mert csak márkás minőségi prémium gumikat árulnak hozzá, mert ezt a gumit ehhez az autóhoz gyártották, nincs másik autó tudtommal, ami ezt a gumit használná. Tehát a gumi az egy komoly költség. És ugye hátsó kerekes, van rendesen nyomatékunk, van rendesen teljesítményünk ahhoz képest, tehát eszi is a gumit. A belső tere. Az volt az, amikor megláttam, így először kinyitottam, azt mondta, hogy hű, ez a BMW, ez tud valamit. Nézd meg, mennyire jól néz ki mind a mai napig ez a belső tér. És hogy milyen olcsó anyagokból megoldották, az a legviccesebb. Műbőr, műanyag, nem is puha. Normál autónál azt mondja, hogy hát azért BMW, hogy lehet ilyen? De valahogy elviszi. Szövet tök jól néz ki, megint csak műbőr, műbőr itt, szövet itt. Ehhez kapcsolódóan valamit hadd mondjak. Vannak bőrös autók a piacon, amik persze nem bőrösek, hanem műbőrösek, mert ezekbe már nem tettek igazi bőrt. A szövetesek sokkal jobbak. A szövet sokkal tartósabb, ez a szövet, ez nagyon sokat kibír. A bőr, műbőr nem kezelhető, nem ápolható, szétreped, puruttyán néz ki a belseje. Ennek is már cserélve voltak a műbőr részei, mert ennyit nem bír. Ugye ez részben azért is van, mert hogy beülsz, ezen fordulsz át itt a szélén, a műbőrön. Kiszállsz, ezen fordulsz át. Ez a klasszikus hiba, hogy a kagylósított, nézd meg, ahogy kifordultam belőle, már hullámos lett. A kagylósított ülés, meg a magas üléspozíció mindig azt eredményezi, ezt a részét az ülésnek szétdarálják az emberek. Nagyon vékony ülések vannak benne, tehát egész... Ja, hát mutatom a következő trükköt. Ennek így nyílik az ajtaja, tehát négy ajtós az autó, de öngyilkos ajtaja van. Múltkor valamilyen tesztben láttam, hogy hú, nem tudom, hogy miért hívják öngyilkos ajtónak. Hát azért hívják öngyilkos ajtónak, suicide door, mert a libakergetőnek is hívták, meg visszafelé nyílónak is hívták. Egy csomóan előrefelé nyílónak szokták mondani, ami hülyeség, mert hátrafelé nyílik az ilyen ajtó, ez az előrefelé nyíló ajtó. Azért ilyen ez az autó, mert egyrészt nagyon merev ez az utascella, amit létrehoztak, másrészt nagyon nehéz lett volna ilyen hosszon megoldani, hogy jól beszálljanak hátra. Van egy járulékos előnye, hogy a két ajtó között, például családosok szeretik, hogy itt a gyereket át lehet öltöztetni, itt védelem van, nem fújja el a szél a dolgokat, tehát egy csomóan egy ilyen kutricát csinálnak a két ajtóból, ténylegesen használják is ezt a hatást. Különben a zafirások, nem is a merivások tudják, hogy ez ugyanígy működik. Vissza az autóhoz. Olcsó anyagok, négy ülés, nem öt, négy. Most beülök a franci mögé, hogy mutassam, hogy mekkora a hely benne. Nem vészes. Nem vészes. A tetőtől, ugye én 187 centi vagyok, viszonylag átlagos testalkatú, azt hiszem arányaiban a lábam egy picit hosszabb a kelleténél, és a törzsem egy picit rövidebb, tehát egy más elrendezésű 187 centis ember, az már beveri a fejét, én még pont el vagyok, tehát pont az ívben elfér a fejem. A térdem elfér. Nem mondom, hogy nem verném be egy ütközésnél, de igazából, ha magamra csukom az ajtót, itt el tudok üldögélni. És egészen kényelmes az ülés, mert egészen magas. Tehát ugye ez nagyon számít egy autónál, hogy mennyire teszik mélyre az ülőlapot, és ennél tök jó. Tök jó. Hát ez egyetlen probléma, most innen beszélek tovább, így beszélek tovább, az egyetlen probléma az, hogy ezt az ablakot nem lehet lehúzni. Nincs gomb, nincs tekerő, nincs semmi, és egy bazin, egy C-oszlopom van. Ez egy picit szerencsétlen, de azért ez egy jó hely. És nem érzed magad nagyon ketrecben érdekes módon, mert azért ez viszonylag nagy ez az ablak. Az anyagok. Van olyan, amelyik fabetétes, ez csak műanyag, de mindenhogy jók ezek a színek. Ez a dolog pedig, nézd meg közelről, érdemes a textúráját megnézni. Hát ez olyan préselt izé. Csomóan hiszik azt, hogy, bocsánat, nem koszos a körülmény, hanem rábújtam kalapáccsal, és épp nem esett le. Ez tudjátok, miben van? Kender. Bizony. Nem érdemes elszívni, mert ragasztó van benne, meg egyebek, meg ez nem pont az a kender, mint az a kender, amit szokás.
de igazából egy nagyon, azzal nagyon-nagyon közeli rokon, direkt ipari célból termesztett kenderből van az egész belseje. Reciklálható könnyen, nem károsítjuk a környezetet, ez is, és jól néz ki, egyszerűen pazi jól néz ki. Ma is jól néz ki, tehát a divatos ilyen loftos házakban szoktak ilyen izéket használni. Az egész zseniális, és nézd meg, hogy hoppá, bekapcsolom, nincs B-oszlop. Annyira nincs, hogy nincs ablakkeret se. Mint egy sportautón. Tök jól néz ki. És közben van rendes nagy kilincsed, nem gombbal nyitod. Egyszerűen szuper az egész. Nekem nagyon tetszik. Nagyon. Na mindegy. Hol eresztem vissza? Ott eresztem vissza. Itt kapcsolom ki. Majd mindjárt megyünk is vele. Csak még azért szeretnék mesélni egy pár dolgot. Amire nagyon érdemes figyelni az, hogy a töréskár az ennél az autónál költségesebb, mint az átlagos kocsiknál, mert nagyon sokat elnyel ugyan a műanyag, ez az autó is kapott már itt is egy puffot, egy elég nagyot, ahogy a tulajdonos mondta, de mondta, hogy csak berugózott, visszarugózott, és igazából hátul még a csak kosz van, még a patentek se jöttek le, de amikor mégis megsérül ez a polimerizált szénszálas műanyag héj, ami tartja belül, vagyis a váz, ami tartja belül az egészet, akkor azt költséges javítani. Azt muszáj elvinni márkaszervizbe, mert hogyha elkezdik otthon ragaszgatni, akkor az egész autónak a biztonsági struktúrája, meg mindene oda. Amúgy is elég érzékeny az autó arra, hogy rendesen meg legyen javítva, mert az első futóműve az például kicsit szétesősebb az átlagosnál. A bekötéseknél is szét tudnak menni a gömbcsuklók, egyebek, meg fönn a toronycsapágy is eléggé szét tud menni. Ezt mindenféle nyekergéssel, meg egyéb dolgokkal adja tudtunkra a kocsi. De nem egy nagyon nagy összeg, tehát azért mondjuk ez egy BMW, tehát nyilván nem Suzuki Swift árból, de nem egy nagyon nagy összeg ezeket megjavítani, és azért annyira gyakran nem esik szét. Igazából nem borzasztó drága fönntartani az i3-ost. Ezt egyszer meg kell venni, és utána eléggé hálás. Hát alig van benne karbantartani való, van néhány típushibája, majd inkább vezetés közben elmesélem őket, de semmi halálos dolog nincs vele. Bátran meg lehet venni, és a korrózió, mint olyan, az abszolút hidegen hagyja ezt a kocsit. Nincs mi elrohadjon rajta, csak a csavarok. Szóval ez a klasszikus izé, hogy elpusztul, ez nincs meg. Szerintem nézzük meg, és próbáljuk ki, hát annyira jó, vagy elmutogatom nektek még belül, hogy néz ki. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Belül ülsz benne, emberi méret, emberi kormány, ezt már újra bőrözték, mert hát a kormány az elég hamar elkezd mállani, tehát már 50 ezer kilométer futott példányokon látszik, hogy ez a műbőr ez jön szét. Ebben, mondom, ha jól emlékszem, 85.767 kilométer van, ebben már újra csinálták a kormányt. Hál' Istennek nagyon szépen meg lehet oldani, ez olyan, mint a gyári lenne, bár itt a Norbi mutatott valamit, hogy neki itt nem tetszik, de hát nekem tetszik, tehát én pont leszarom, ez szerintem így elmegy. Nagyon hangulatos a belső tér. Kemény műanyag, fű, nem, kender, tehát kender, nagy az ablak, nagyon világos minden, van pakolóhely itt, van USB-nk ott, van állítható könyöklőnk, kinyitható rágóval, van iDrive-unk, és az iDrive az egy, itt ebben már elég jól működött. Itt ez az egész belső tér, ez úgy néz ki, látod, nagy tekerő, hát ez most a Volkswagen ID3, ID4 használja. Effektíve ugyanezt a dolgot, csak csúnyábbat, ez sokkal jobban néz ki ezzel a füllel, meg a krómbetéttel. Az, hogy beindítani kicsit nehéz, mert nincs így hirtelen egy start-stop gomb előtted, az itt van a tövében, az mindegy. Akkoriban keresték ezeknek a dolgoknak a helyét. Klíma hatékony, még gombokkal működik, ahogy kell, rádió még gombokkal működik, ahogy kell, tekerős rádiógomb, minden BMW-snek ismerősek azok a gombok, ugyanúgy működik a tükör, mint akár a 20 évvel ezelőtti 3-as BMW-ben, jobbra húzod, akkor tolatásnál nem billen le, ha balra húzod, akkor tolatásnál lebillen az a tükör, az ablakemelők ugyanazok. Szóval egy BMW-s otthon van benne, de mégis egy ilyen újszerű közeget lát. Nagyon szép. Ez a tükör, ez ronda benne, vastag a kerete és picike. De különben látni benne, tehát nem szóltam egy szót se.
Üzemmódból többféle van neki, Comfort, Eco Pro, minden, működik az egylábas vezetési üzemmód, tehát elveszed a gázon a lábadat, akkor megáll az autó. Emiatt például nem is fogynak rajta a fékbetétek, sőt, nagyon sok ilyen i3-asnak az a baja, hogy teljesen lerohadnak a tárcsák körben. Tehát a tárcsákat nem azért kell kicserélni egy idő után ezekben az autókban, mert elkopnak, hanem azért, mert annyira nem emelszt föl, tehát ez ugye az, hogy a tárcsa megmarad egy autóban, meg az, hogy a fékbetét megmarad egy autóban, az igazából egy óriási előny, mert minden fékkopás és minden tárcsakopás az nagy egyenlőség jellel azt jelenti, hogy ezt az energiát kidobtad, fűtöd a földet, és nem használtad el semmire, ami hasznos, hanem jaj, meg kell tőle szabadulni. Ez az autó meg mindet visszanyeri szépen. Az, hogy nem kell benne betétet cserélni, az azt jelenti, hogy annyival kevesebb energiát használtál el, és ez ebben nagyon jó. Amerikában a legtakarékosabb, tehát a legkisebb energiafelhasználású autó volt, azt hiszem 2016-ig, amikor jött a Hyundai Ioniq Electric, és akkor az lenyomta, de akkor ez már egy jó pár éves autó volt, és nagyon-nagyon ügyesen megoldották. Nézd meg ezt a belső teret, nézd meg, hogy milyen jól el lehet férni benne, nézd meg, hogy milyen ötletek vannak, meg ki lehet szedni a plusz pohártartót, hogy itt több legyen a hely. Nyilván egy csomó, de mindenféle csomagokat raknak, aztán csodálkoznak, amikor véletlenül becsúszik a lábuk alá. Így is tudod a pohártartót tenni, ennek itt három pozíciója van. Nem tűnik olyan nagyon elegánsnak az, ahogy rögzített, de utána ez masszívan ott van, és hát azért ez nem egy ilyen törékeny húgya ez az autó. Nézd meg, hogy milyen klassz fül van rajta, meg nem tudom mit. Tehát azért úgy érzed, hogy jó, látod a spórolás jeleit, de itt ezt komolyan gondolták. Gombbal nyílik a kesztyűtartó, nem túl nagy különben, tehát ebben nagyon sok mindent nem tudsz beletenni, de legalább van, érted? Szóval, nem tudom, én ezt nagyon szeretem, mint közeget. Szóval nem akarok ennyit ömlengeni erről a dögről, mert látod, hogy tetszik, és én úgy gondolom, hogy ez még mindig szupermodern, tehát ma ez kijönne, akkor lenne egy ilyen nagy kijelző itt benne, meg ez esetleg egy kicsit nagyobb lenne, de különben effektíve ugyanezt az autót kapnád, radaros tempomattal, meg nem tudom mi, de ez még mindig egy mai autó, csak azért nem mai autó, egyrészt majd vezetés közben kiderül, amire mindjárt elindulunk, másrészt, mert túl kicsi a hatótávolsága. De, hogyha megnézed Mazda MX-30, Honda E, még mindig árulnak ilyen kis hatótávolságú, ilyen 200 km körüli hatótávolságú autókat. Más kérdés, hogy egy Nissan Leaf, vagy egy Renault Zoe, az manapság már nagyobb hatótávolságot tud, mint ennek a legnagyobb akkumulátoros 120 amperórás kivitele. Volt range extenderes is, arról majd külön vezetés közben mesélek nektek, hogy miért nem biztos, hogy a te autód. Szerintem induljunk el, indítsuk be a motort, hogy mit kell csinálni. Azt hiszem így D-be teszed, azt megy, tessék. Gyere, Franci, menjünk. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Azt kell mondanom, hogy ilyen sima úton ez egy tök jó autó. Ez a vékony ülés kicsit kemény, de elég jól ülsz benne. Az egész vezetői pozíció ilyen magától értetődő, minden ott van, ahol kell. Az egylábas fékezés működik, rááll az agyad, és utána kvázi soha nem használod már a féket, teljesen leszoksz róla, mert olyan szépen lehet adagolni. Nagyon szépen visszatöltöget az autó. Kellemes a klíma, most 24 fokra tekerem, most visszateszem 23-ra, kint elég meleg van, de ez egy jól működő klímaberendezés. Jó a könyöklő, minden. Ugye mondtam, hogy a műbőrök tönkre mennek benne egy idő után, hát azokat ki kell cserélni, de egyben van. És hát ugye az ember egy kicsit fájó szívvel mondja azt, hogy milyen jó kis modern autó, és BMW kihúzhatja magát, hogy 10 év után még mindig ilyen jól itt van a forgalomban, és ilyen jól mutat, és jól használható ez a kocsi, mert hát úgy néz ki, hogy idén leállítják a gyártását. 2012 végén mutatták be, 2012 végén megáll, 13 óta gyártják, tehát ez egy 9 évesnél öregebb autó nincs a piacon. Nekem kicsit fáj érte a szívem. Jön az utódja, az iX1-es BMW.
Hát ugye ezt a kocsit, ezt Lipcsében gyártották, DDR, és az újat, az Regensburgban fogják készíteni, mert Lipcsében a Mininek a gyártását teszik át, az elektromos Miniét, és aztán Regensburgban, ha jól tudom, 2024-ig készül majd az utód, aztán azt hozzák át Magyarországra az új BMW üzembe. Tehát valószínűleg valamelyik ilyen elektromos BMW, valamelyik kicsi elektromos BMW lesz az első, amit mi gyártani fogunk. Hát nagyon várom már. Az autó történetéről annyit kell tudni, hogy 11-ben prototípus mutattak be, 12-ben a létező autó, 13-tól forgalmazták, először Angliában kezdték el forgalmazni érdekes módon, és utána kapta meg a kontinens Európája, ez azért furcsa, mert ugye a jobb kormányosok kerültek ki a piacra először. Aztán 2016-ban lett benne ez a nagyobbik akkumulátor, a 60 helyett már 94 amperórás. 2018-ban pedig modellfrissítették az egész szériát. A 2018-as autóknak már ledes lámpájuk van elől, kicsit módosítottak a pofájukon, és akkor jelent meg az i3S nevű erősebb változat, amiben nem 170, hanem 181 lóerős a motor, meg van ültetve a futómű, hátul ilyen krómcsik, az egy kicsit ilyen sportosabb. Nagy különbség nincsen, mert 170 meg 181 lóerő között azért egy átlagos halandó nem igen érzi meg a különbséget, és ez az autó is már épp elég jól megy, tehát ez ilyen instant, így rálépsz, és üt, tehát basszus, akkorát gyors, hogy beszarsz, és hát így is 7-3 alatt van 100-on, szóval azért ez nem egy ügyetlen valami. Futóművünk van, egy picit hülyén ilyen ortolósra hangolták, elméletileg van drift mód, hát ezen csak röhögnöm kell, mert annyi erő viszont nincs ebben ehhez a súlyhoz, hogy driftelni tudjon, meg ahhoz nem olyan hangolású a futómű, de hát jégen lehet próbálkozni, hogyha az ember nagyon akar. Mondom, ha sima az út, ha nem nagy a sebesség, tök kényelmes, és ezt alapvetően városi kis autónak találták ki. Látod, ott megy még egy i3-as a forgalomban, mindenhol i3-asok vannak, és az előbb szemben is eljött már egy. Ugye nagy kérdés az, hogy ezeken a budapesti utakon hogy szuperál. Na most a Szentendrei úton megyünk, ez azért elég jó karban van tartva. Itt jó gördülési zaja van, ugye a motortól egyáltalán nem szabad zajt várnunk, mert hiszen ebben például az inverter is nagyon csendes, ebben a típusban. A villanymotornak nagyon kevés hangja van, valami halk sóhajt néha hallasz, de ebben nincsenek ilyen mechanikai erőlködés nyomok. Ami nagyobb baj az, hogy szélzajos tud lenni, ez a műanyag karosszéria is azért nem a merevség csúcsa, tehát a futómű tekintetében, meg ilyen egyébben ez egy elég merev karosszéria, bár csak 4 csillagos volt az Euro NCAP-je, nem 5, de ennyi idősen már a patentrendszer, már minden egy kicsit megereszkedett, nem azt érzed, hogy betonból öntötték ki. Azért ezek az ajtók itt-ott megszólalnak, megszólal körben egy csomó minden. Úgy érzed, hogy azért ez már egy használt autó, pedig látszani nem látszik rajta. Tehát Norbinak nagyon jó kárpitosa van, az autót el lehetne adni újnak szerintem így belső kinézetre, kívülről van rajta egy-két karc, de ez egy kifejezetten jó állapotú, klasszul működő gép. Nekem most még 136 km hatótávolságot ír, így, hogy klímázunk, így, hogy miközben forgattunk, a közben is rajta felejtettük a klímát. Én azt mondom, hogy ez nem rossz. És ez azért van, mert ennek utána olvastam, és az i3-asban van az egyik legkevésbé tönkremenésre hajlamos akkumulátor. Bizony, nagyon érdekes, hogy ugye a villanyautóknál általános probléma az, hogy most mögöttünk is egy i3-as jön, nézd meg, látod? Mindenhol i3-asok vannak. 220 ezer példány gyártottak, de szerintem annak a kontingensnek az ötöde itt van Magyarországon. Mindegy. De, főleg Budapesten. Az akkumulátora ennek az autónak kivételesen tartós.
Van egy felmérés fönn a neten, azt most így videón nem tudom megosztani veletek, és fejből meg nem fogom tudni az URL címét, de pont tegnap turkáltam benne könnyékig, és az i3-asnak van a korral előre haladva legtartósabb akkumulátora az összes villanyautó közül. Nagyon-nagyon jól tartják magukat ezek az autók. Ha nagyon elkezdesz turkálni, akkor fogsz olvasni olyat, hogy voltak problémák egyes autókkal, hogy egy éjszaka alatt elvesztette 25%-át a töltés, meg ilyenek. Az egy szoftver probléma volt. Volt jó pár visszahívási akció különben erre az autóra. A legdurvább az volt, hogy a kormány szervó szenzorait, tehát ami itt van, szerintem azt a szenzort, ami az elfordulási jelző szenzor, azt áthangolták, hát ez nyilván szoftveresen, és mert hogy néha nagyon bizonytalanná tudott válni az autó, az egy fontos visszahívási akció volt, de volt egy másik visszahívási akció, hoppá, lehetünk, volt egy másik visszahívási akció, amikor ezt a bizonytalan töltés dolgot ezt orvosolták. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet annak, aki használtan vesz ilyen autót, főleg külföldről, hogy amikor megveszi mindenféle kereskedésből, és hazajön, és elkezdi tákolgatni neki a jóskapista, ne adj Isten, mondjuk a motorban megdöglik a csapágy, és azt ilyen házilagos módszerekkel meg akarja csinálni, sosem megy el egy márka szervizbe, akkor ezeken az autókon, ezek nem jelennek meg a rendszer radaron. Tehát ezek az autók, ezek eltűnnek a BMW térképéről, és onnantól fogva, hogy eltűntek, nem kapják meg a frissítéseket, és ezek a frissítések pont az elektromos autóknál nagyon fontosak tudnak lenni, hiszen életekbe kerülhetnek, kényelmetlen, hogyha mondjuk az autó rosszul működik, fontosak. Én azt mondom mindenkinek, és pont amikor tudtam, hogy el akarom vinni ezt a használt tesztet, akkor fölhívta a Naményi Petit a Bavarian Classics-nél, mert ők egy elég nagy i3-as flottát futtatnak, meg sokat szerelnek ilyen autókat, és hát dumáltunk vele egy fél órát arról, hogy hát milyenek is ezek az i3-asok az ő szervizes szemszögükből, és mondta, hogy nagyon kevés probléma van velük, tényleg, tehát hogy ezek így városban üthető, vágható autók, mondta, hogy igen, van ez a futómű probléma, de az se ilyen nagyon gyakori dolog, lengéscsillapítók 120 ezernél tönkre tudnak menni, normál autófogyás, a gumi drága hozzá, mondta, hogy volt a töltésvezérlővel egy szériában gond, de az is a régebbiekkel inkább, mondta, hogy a motorok, hogyha durván használják ezeket az autókat, akkor meg tudnak csapágyasodni, és hát ennek utána olvasol, akkor kiderül, hogy ez egy általános probléma, ugye elég erős a kocsi, és elég sokan szeretik rúgni, és ezt azért nagyon hosszú távon nem bírja. És akkor ugye a villanymotorban van egy darab mozgó alkatrész, a forgó rész, és annak van két csapágya, és ez a két csapágya ez beszarik, és akkor hátulról morog az autó, na bum, el kell vinni, millió fölötti költség kicserélni nyilvánvalóan, csak hát utána megint nagyon sokáig jó az autó, mert az akkumulátora sem nagyon megdöglékeny. Túrtam a neten, és a legtöbbet futott autó valahol Afrikában használják, abban már több mint 300 ezer kilométer van mostanra. Több mint 300. Ez egy városi üzemre tervezett, általában rövid távokon használt, ezekkel az emberek nem mennek világkörüli utakra, hiszen a hatótávolságuk sem olyan, ezek 200 kilométerek, ezek nem csábítanak efféle Amundseni és Livingstone-i próbálkozásokra. De azért 300 ezer kilométer az baromi sok. Pláne, hogyha figyelembe veszed, hogy ahhoz több mint 30 ezeret kellett évente menni, hogyha a legkorábbiak közül való autója volt a csávónak. Peti azt mondta, hogy ők is rálátnak már ilyen 150, 160, 170 ezeret futott autókra. Ott azért már tényleg előjön ez a csapágy probléma. Hát nyilván addigra már kellett lengéscsapítót cserélni, már nyilván a futóműben kopó alkatrészeket, de mondja, hogy úgy nagyon nincsenek bajok ezekkel. Igen, a műbőr belső az csúnyán öregszik. Az egy gond.
Amiről eddig hallgattam, és szerintem eddig mindenki így mantrázgatta, hogy hú, van a Rexes, a hűző hatótávnövelő, és amiben benzinmotor van, az majdnem autó. Peti is rögtön ezt vette elő, mikor beültünk az autóba, vagyis franci. Az a, ahogy ezt az angol mondja, ez egy mixed bag, az a hatótávnövelő. Mert persze nagyon klassz, mert duplájára növeli a hatótávolságát az autónak. Nagyon érdekes, hogy a kaliforniai autókban benne van a teljes méretű benzintank, amit lefalasztak, hogy kisebb legyen, mert a karosszéria, mert a kaliforniai ULEZ vagy ULEV előírás az nem engedi, hogy benzinnel nem tudom hány mérföldnél többet tudjon menni egy jármű. Tehát muszáj volt kisebbre venni a tankját, mert akkor kaphat rendes, tiszta autóminősítést. De való igaz. A hatótávnövelős autók, azok messzebb tudnak menni, és azokat meg lehet tankolni, és azok autóként is tudnak működni. Ez egy nagyon jó gíroszos. Itt egy valódi görög srác csinálja, apáca is nem évfolyamtársam volt, alattam járt egyel, és görög, és veszi a húst, és ő csinálja a gíroszt. Nem a készizéből, mindegy, csak így mondom. Szóval a hatótávnövelő az a probléma, hogy mindenki úgy tudja, hogy egy BMW 650-es robogónak a kéthengeres motorblokkja van benne. Ez nem egészen igaz. Most különben ezen az aszfalton nagyon jól hallatszik, hogy azért ennek elég nagy a gördülési zaja ennek az autónak. És a szélzaja is elég nagy tud lenni, pláne hogy az ajtótömítések meg a nyitható tetősökben a nyitható tetőnek a gumiszigetelése is el tud öregedni. Arra érdemes, mondjuk mikor veszel egy ilyen autót, odafigyelni, megnyomkodni őket, meg megnézni, hogy nem repettek-e, nem mállanak-e, mert az megint csak pénz. Nem halálos pénz nyilván, de azért BMW-ből van az a gumi, tehát olcsó se lesz nagyon. Lépjünk tovább. Szóval az a hatótávnövelő blokk, az való igaz, hogy az a Kimco kéthengeres 650-es blokk, ami a BMW robogóban van. És a BMW robogóban egészen jól működik az a blokk, azzal én úgy tudom, hogy nincsen vele nagyon sok probléma. A Kimco amúgy is egy nagyon jó cégnek számít, az már most már fölküzdötte magát így a motoros világban, kvázi a Yamaha szintjére, abszolút elfogadott minőségi márkáknál is, hogy Kimco blokkokat használnak. Nagyon jó koreai cég. Aberdoch. A Range Extenderbe szerelt blokk az csak 34 lóerős. Sokkal gyengébb. Csak tippelni tudok, mert nem tudtam kinyomozni, de szerintem áthangolták Miller ciklusra, mert pont ehhez az akutöltéses üzemmódhoz jobb az, hogyha egy ilyen motor kisfordulaton működik, és nagy nyomatékkal nagyot tud tölteni. Ehhez más vezérműtengely kell bele, más kompresszió, esetleg más dugattyú, esetleg más hengerfej, másik kipufogó rendszer. Tehát nem pont az a blokk, nem lehet olcsón javítgatni. És vannak vele problémák. Ha valamivel, az i3 most felsoroltam egy csomó hibáját, de ezek elvétve fordulnak elő, tehát én néztem a statisztikákat, hogy nem tudom hány, 10 000, közel 100 000 amerikai i3-asból ilyen százasnyi nagyságrendben 130 autónál fordul elő az a fajta, nem tudom mi, motorcsapágyhiba, stb. Tehát ezek ilyen 1%-os problémák. Ellenben a Range Extender az egy sokkal nagyobb százalékos probléma. A Range Extenderes blokknak eleve a javítása önmagában is nagyon nehéz, mert nem pont azok az alkatrészek vannak benne, mint a robogóban, amihez kicsit több alkatrész van. Másrészt, a benzin ellátó rendszerével sok a probléma, a szűrővel, a szivattyúval, nagyon sokszor van, hogy nem lehet beindítani. És ez az autó, a Range Extenderes i3-as, hogyha nem tudja beindítani magának, és már merülőben van az akkumulátor, a benzinmotort, akkor átmegy vészüzemmódba. Vészüzemmódban meg alig gyorsul. És ez Kaliforniában, ott a 8 sáv között, ott mennek össze-vissza a fogalmatlan emberek, és néha megijednek, és nagyot akarnak lépni. Nem nagyon jó ötlet. És egy csomóan beperelték a BMW-t a Range Extender miatt.
pont a kaliforniák, akik ugye külön tankot kapnak, meg minden ironikus az egész, meg pont ők akarnak benzint pazarolni, amikor ők akarnak közben a legzöldebbek lenni. Mindegy, ne foglalkozunk ennek a társadalom technikai hátterével. Csak azt mondom, hogy azért a Kaliforniában perek vannak a BMW ellen, emiatt a hatótávnövelő miatt. Európában is vannak problémák, kevesebb különben, hisz nézd, mi jön szembe, jaj, de aranyos, egy Daihatsu, az az új Cuore, nem? Gino. Nem. Vagy Travis. Travis. Az. Európában az a probléma, az alig fordul elő ezekkel a blokkokkal, ami például Amerikában nagyon, hogy a rossz benzin miatt összegyógyul az üzemanyagellátó rendszer, és sokszor annyira, hogy a tanksapka ajtaját nem lehet kinyitni. Nem tud beletölteni benzint a fószer, érted? Ezek a dolgok, ezek Európában nincsenek jelen, de a Range Extendernek a meghibásodásáról tudunk, és létezik. És hát nem is véletlen, hogy a BMW 2018-9-ben bevezette a legnagyobb akkumulátoros i3-ast, a 120 amperórásat, és kivezette a Range Extendert a kínálatból, nem lehetett többet Range Extendert kapni, sok volt vele a probléma. Ezt ők is belátták. Tehát az elmélet jó volt, a megvalósítás nem volt teljesen kerek. Ennyit a Range Extenderről, mindenki a Range Extenderes változatra vágyik, mert meg autónak akarják használni az i3-ast, lemenni, krúzolni Monte Carlo-ban, és az autópályán azért nem árt, hogyha lehet bele benzint tölteni, mert ahhoz a hatótáv túl kicsi, hogy messze menj egy ilyen autóval. Megértek mindent, de készüljél rá, hogy több lesz a probléma vele. Magával az i3-assal egyéb problémák, említettem az első futómű kicsi gyengeségeit, említettem az erősen meghajtott motoroknál a csapágy problémát. Van még egy visszatérő problémája ezeknek az autóknak, a motortartó bak le tud szakadni. Tehát, hogyha nagyon rugdalják, meg terepen mennek vele, akkor az egész tartó konzol, ami fogja a motort, az le tud szakadni. És a vicc az, hogy az autó olyankor tovább tud menni még, a vicc az, hogy még tölteni is tud, nagyon sokszor még nem is ír ki semmiféle hiba jelet, csak hallod hátulról, hogy valami morog, meg koppan. A morgás jellemzően a csapágy, a koppanás és a zörgés, ilyen mély dübörgés, az pedig a leszakadt bak. De a leszakadt bakot is javították később. Pontosan emiatt, hogy 2016-ban volt egy elég rendes szoftver frissítés, 2016-ban a töltőpanelen is javítottak, mert azzal is volt néhány autónál probléma. Mondom, ezek kis százalékos problémák. Nem árnyékolják be a teljes BMW i3-as közösséget, de előfordulnak, és ezekről tudni lehet. Talán azért, mert nagyon nagyító alatt is van ez az autó, mert annyira különleges, hogy mindenki azt várja tőle, hogy fölrobban és kigyullad és leég. És igazából nem, igazából tartós benne az akku, igazából nem tudunk tűzesetekről, igazából elég jól bírja a strapát, igazából elég sok kilométert bele lehet tenni. De azért ezekről a hibákról, motorcsapágy, motortartóbak érdemes tudni. Azt érdemes még tudni az egészről, hogy a 2018-as modellfrissítés után sokkal jobb lett az autó. Ott rendbe tették a töltőszoftvernek a problémáit, ott már rendbe tették a kormány érzékelő, elfordítás érzékelő problémáit. Ott már tartósabbak az akuk, nagyobb kapacitásúak az akuk, megvan az összes olyan frissítés, amitől ez az autó jó lesz. 2018 a határ. És akkor fölmész a Hahura és elkezded nézegetni. Na Ményi Peti mondta, hogy hát igen, vannak ezek az autók, ő már hallott olyanról, hogy 4,5-ből behoztak egy ilyen autót Magyarországra, de szerinte az olyan autót nem szabad megvenni. Mondja, inkább vegyél törött, de újabb autót, mert még a törést azt jobban meg lehet rajta csinálni, de egy ilyen agyon kókányolt, ki tudja hol járt, ki tudja hogyan töltött autót, attól inkább meneküljél. A másik, ami tippet kaptam, hogyha van választási lehetőséged, hogy egy 130 ezeret futott, de viszonylag új autót vegyél meg, vagy egy 40 ezeret futott, de régebbit, akkor inkább válaszd az újabbat, mert az újabb egy jobb autó. És nagyon-nagyon fontos az is, hogyha veszel egy i3-ast, menj el a márka szervizbe vele.
Egyszerűen azért, mert ellenőrizni tudják az autó előéletét. Hogyha oda viszed az eladót, akkor nincs ez a GDPR probléma, hogy nem mondhatják el, hogy mi, merre, hány méter, stb. Akkor szépen elé terítik az autónak a teljes múltját, hogy milyen gyakran hordták szervizbe, mit csináltak vele, volt-e benne a kucserélve, stb. 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 Jobb az ilyet tudni, mert nem olyan olcsó még mindig ez az autó. A másik az, hogy megkapod rögtön az összes frissítést. Én egy ilyen furcsa, már nagyon számítógépesített autóval biztos akkor lennék nyugodt, hogyha minden rajta van az új frissített szoftver, amit kell, mert a BMW nem hülye, tudja, hogy mit csinál neki, ez egy presztízs termék volt, nem akarja elcseszni a dolgot. Hát és akkor az árak. Az árak nem nagyon alacsonyak. Tehát 6,6-nél volt tegnap éjjel a legolcsóbb i3-as a neten. Ahhoz volt CSS töltő, a gyors töltő, az nem volt széria az autó, tehát valamihez csak kis kanóc van, bár szerintem már közben mindenki megvette a más nem bontottan, vagy az eBay-ről a gyors töltőt, meg a fali dobozt, meg egyebeket. Az egy 60 amperórás autó, 2014-es, egy fehér kocsi, állítólag nincs is benne olyan nagyon sok kilométer, jól működik, stb. Az első Range Extenderes nem sokkal fölötte van, 6 millió 8 ér, az is egy fehér autó. A fehér autót ugye azért nem szeretjük megvenni, mert ezek ezek a car sharing-es autók, ezek mind fehérek, és akkor a franc tudja, hogy ilyen szolgálatból esettek ki, és 4600-an finktak-e bele az üléspárnába, meg egyebek, tehát a színes autót jobban szokás szeretni ebben a műfajban. De ami már 2018 utáni autó, az 8,5-9. Tehát az az autó, amit én javasolok nektek, az közel egy tízest kiránt a zsebetekből. Egy új Astra árát, egy új alap Astra árát, egy jó pár éves autó. Ez, amiben most ülünk, ez még a facelift előtti verzió. Nagyon jól megy, nagyon szépen megy, nincs olyan semmi probléma. Norbi használja jó ideje, mondja, hogy neki se nagyon van problémája a műbőrmálásokat leszámítva, de ha választani lehet, és hogyha turkáltok könnyékig a pénzben, akkor azt mondom, hogy érdemes az újabbikat megvenni belőle mindenképpen. Különben meg nem tudom. Én még mindig nagyon szeretem ezt az autót. Nem értem egy rossz terméknek, hogyha nekem muszáj lenne elektromos autóba átülnöm, mert mondjuk föl kéne adnom azt, hogy robogóval járok a városban, akkor valami ilyesféle dolgon gondolkoznék, mert ez egy barátságos közeg, ez egy dokumentáltan jól használható technika, egy jól szervizelhető technika és egy egyszerű technika, és közben ott van benne az egész BMW-ség, az, hogy megy, az, hogy azért ez kiló 50-et elmegy az autópályán is, hogyha kell, bár nyilván akkor 12 km a hatótávolság, a télen meg 3, de ez azért a maga elektromos korlátaim belül egy élhető, szerethető, jópofa, aranyos, nem ciki, ez senki nem köpködi meg ezt az autót, ez egy jó cucc, gyerekek. Jó cucc. Kár, hogy ilyen sokba kerül. Lássuk csak, hogy az Unix autó, amelyik belső égésű motoros autókkal kezdte a pályafutását, mit szól egy ilyen BMW i3-ashoz, ami elektromos, és sok működő alkatrész nincs benne az ajtózsanérokon, meg a kapcsolókon kívül. Modellek. Ha-ha-ha, itt ugrik a majom a vízbe. iX3-at már találtam, i3. Tehát van tovább a találati listára. i3, electric, tehát nekem a nem range extenderes 170 lóerős verzió kell, ez. De jó. Jó van. Na. Akkor, ugye arról volt szó, hogy az első futóművel szokott probléma lenni, tehát nézzük meg az első futóművet, fék, futómű, felfüggesztés, kormányzás, ez az. Keréknyomás, kormány, gömbfej, kormánymű, gumiharang, lengőkar, szilent. Nekem ez a kormány gömbfej, ez például egy érdekes tétel.
Annyira nem olcsó, a Meile 26.441, ez mondjuk elméletek minőség. A Sidem az alig 2000 forinttal olcsóbb. Moog, és például ebben nincs AZ Meistertile. Tehát a két oldalt az több mint 50.000 forintból lehet megvenni, azért az nem annyira olcsó. Nézzük csak, mi van még. Érzékelők, motorok? Nézzük meg, mi van a motoroknál. Ablakmosó motor, esélyérzékelő, féklámpa kapcsoló, keréknyomás érzékelő javítókészlet. Ez az. Ezek szoktak hülyéskedni, és a 5500 forintért eredeti Faudéót kapsz. És akkor miért két és félszer annyi a Meat and Doria? Hát én a Faudéót venném, aztán csókolom. Ebből általában egy szokott bedögleni, és érdemes kimérni, hogy melyik, mert ez nem úgy van, hogyha egy bedöglik, akkor mind a három utána megy, hanem néha-néha elhalálozik. Nézzünk még egy pollen szűrőt, hogyha van hozzá. Olajszűrő nem lesz, mert mindjárt belenézzünk abba. Új, de drága a pollen szűrő. Azt a minden, ez az AZ Meistertile 13.000 forint. 9.300 is van. Nem tudom, mi a különbség, mert a gyári száma csak egyben tér el, de egyik sincs készleten. Mi van készleten? Technekó van készleten, 9579 forintért, és ez jó is, én Technekó szűrőt azt bármikor megvennék egy ilyen autóba, de aki nagyon sznob, az megveti 27400 forintért a Knechtet is. Még ez az olajszűrő, ez felkeltette az érdeklődésemet. Knecht olajszűrő. Technekó. Hát köszönöm szépen, körülbelül ennyi volt az Unix Trade-es blokk ebben az adásban. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönöm szépen, hogy nézitek a Speedzone-t, és hát, ha esetleg úgy adódik, akkor kérlek, lájkoljátok az adást, iratkozzatok fel a Speedzone csatornájára, és hát én meg elköszönök tőletek. Ez egy klassz kis használt teszt volt, nagyon élveztem. Most elmegyünk ebédelni, igaz? Egy jót kajánunk a Graphisoft Parkban, szerintem. Jó a benza. Sziasztok! Ciao!